Sziasztok, jó napot kívánok! Egy Suzuki jelű kormány van itt előttem. Ő nem más, mint egy Suzuki Liana különben, ami egy dízelmotoros verziójú, ami egy 1.4-es dízelmotor, és ugye 90 lóerős ez a kis dízelmotor benne, úgyhogy szépen vissza a kasznit. Ugye 2006-ban gyártották, és egész korrektul egybe maradt így az idők során, hiszen csak 104 ezer kilométert futott az autó. Szervizkönyves és számlák is vannak itt még hozzá. Feri és Peti kollégámmal lapozgattuk őket. Azt mondja, hogy van egy automata klímánk, amit hogyha bekapcsolunk, akkor már hallom, hogy bekapcsolt a kompresszor, és kellemes hűvös levegőt fúj azonnal szinte, úgyhogy ez hibátlan teljesítménnyel dolgozik. Egy CD rádiónk van, ami kormányról is vezérelhető, digitális óra és külső hőmérséklet, mire találtok itt elő légzsákokat, elől az első utasoknak és oldal légzsák is van még ezekben az ülésekben, az első ülésekben. Láthatóan könnyedén veszi a fordulatot, és megpróbáljuk ezt újraindítani, megvannak a kulcsai, infratávirányítású kulcsok, van ugye ABS-ünk is, és nagyon szépen könnyedén indult, elhúztak a check control-ok, az ajtónk nyitva van, ilyen a kormány, ugye nincsen szétkopva, van tükörfűtésünk, kötfényszórónk és lámpa magasságállításunk, az zene vezérlő gombok, négy darab elektromos ablak és elektromos tükör, állítható magasságú az ülésünk, itt az oldallégzsák, és a kormány oszlop is ugye állítható magasságú. Hátsó utasnak kényelmes, tágos lábtér és fejtámlák, és ugye az elektromos ablak. Akkor így becsukjuk, és akkor megnézzük egy kicsit kívülről. Gyári alufelnik vannak rajta, bordó metál színű kombi autó, és elől vadonatúj fékek és féktárcsákat találtok, fékbetét és féktárcsát találtok benne. A csomagtartója teljesen rendben van, tiszta, van egy jó nagy merev kalaptartónk és dönthető utasülések. Nézzük az autó jobb felét is meg, nincs összetörve, nincs összehorpasztva, éppek a lámpák benne. Kötfény szóróval van ellátva még, szélvédő is ér benne, és akkor nézzük meg még a motorteret. 88 ezer kilométernél volt egy szervize, ezt ide is írtak jobb erős ezüst színű fűsztollal, 2016 harmadik hóban ott az ABS-ünk, és turbo rajta. És hát 90 lóerről, mint mondottuk, meg láttuk ott a papíron, úgyhogy ez nagyon szépen visz egy ilyen karosszériát, mi bátor jöhetek el, nézzétek meg a kocsit, mi pedig elmegyünk most egy próbakörre, következő videóban egy rövid próbautat teszünk ezzel a Liannával, tartsatok elünk oda is, nézzétek meg, a viszontlátásra, sziasztok!